El lehet veszni a napi rutinban és a nagy felhajtásban, ami körbeveszi a játékot, és könnyű elfelejteni, hogy miért vagyunk itt. Steph Curry a kosárlabda titkos csodadobója, NBA bajnok és kétszeres legjobb játékos díjas, amit a liga egyhangú döntéssel ítélt meg neki. A növekvő ismertség az elvárásokat is növeli. Mindenképpen egyre nehezebb megtartani ezt a szintet, mert minden lépésedet élesen figyelik. Azt hiszem, nevezhetjük egy nagyobb mikroszkópnak. Sokkal több figyelem, kritika és dicséret irányul felém. Stephet eleinte figyelmen kívül hagyták, amikor a kis Davidson főiskolára járt, és a nagy egyetemek nem érdeklődtek iránta. Az NBA tehetségkutatói megkérdőjelezték a termete és képességei miatt, mielőtt a San Franciscói Warriors csapat kiválasztotta hetedikként. Van úgy, hogy elgondolkodsz rajta, hogy hogyan is jutottam idáig? Igen, persze. Van, hogy felidézem magamban azokat az időket, amikor terveztem a jövőm, és nem tudtam pontosan, hogy merre tartok. Egy vesztes csapatból indultam, most meg a bajnoki címért játszunk. Egy hatalmas színpadon játszunk minden este. Ez egy nagyszerű utazás, én pedig hálás vagyok az útért. Ez az Oracle Arena, a Warriors csapat szurkolói központja. Egy karolinai srác számára mit jelent ez a nagyszerű hely? Kulturálisan változatos hely, sokféle ember él itt, akiknek mind különböző a háttere. Ez egy gyönyörű fekvésű táj, itt az öböl, San Francisco és Oakland. Sok változatos helyszín viszonylag kis helyre bezsúfolva. Az itteniek nagyon szeretik, minket pedig nagyszerű fogadtatásban részesítenek a kosárlabda pályán. Támogatnak minket, szenvedélyes szurkolók. Fontos nekik, hogy mi van a Warriors-szal. A csapat a kupa elitjébe tart. Steph híres három pontos dobásaival sikerült évről évre megdönteni saját rekordját az elmúlt három évben. Mi a legfontosabb összetevője a távoli dobásaidnak? Következetesen kitartani az alapok és a tanultak mellett. Ha megnézzük a legjobb dobókat a kosárlabda történelemben, egyik sem úgy dob, mint egy másik. Mindegyiküknek egyedi stílusa van, és ők azok, akik újra és újra hozni tudják a formájukat, minden alkalommal, egy kis változtatással. Sokkal pontosabb dobók, ha nyomás alatt vannak, és egyformán jók minden helyzetben. Amikor dobsz, mire figyelsz? A gyűrűre, amikor pedig a labda félúton jár a gyűrű felé, a labdát nézem, hogyan pörög. Abból általában tudni lehet, hogy sikerül-e a dobás, vagy nem. Utána újra a gyűrűre fókuszálok, és remélem, hogy láthatom a labdát átesni a hálón. Stephnek nagyon jó dobási képességei vannak. Elég gyors ahhoz, hogy megszerezze az NBA valaha volt legjobb dobójának a címét. De az összes óriás plakátra illő dobásai közül a legnagyobb az volt, amikor megalapozta a lelki életét. Ezt a szüleimtől tanultam, akik nagyon megalapozták az identitásunkat és a hitünket abban, hogy kik vagyunk, és hogy Jézus hogyan munkálkodik napi szinten rajtunk keresztül. Ennek kell első helyen állni az életünkben, hogy ő vezessen, bármilyen helyzetben vagyunk is, és hogy ezt soha se szégyeljük. Steph édesapja Del Curry 16 szezont játszott végig az NBA-ben. A családban követendő modellt kapott arra is, hogy viszonyuljon a többi játékoshoz. A csapattársakkal mély testvéri viszony alakult ki, sokan osztoznak a hitedben is. Hogy játszik szerepet a csapattársi kapcsolatokban a kereszténység? A fontos kérdés, hogy találsz-e megbízható partnereket, olyanokat, akik támogatnak az utadon. Tudjuk, hogy senki sem tökéletes, és mindnyájunknak hasonló küzdelme vannak a hitünk megélése során. Keményen dolgozunk és versengünk a pályán, miért ne dolgoznánk keményen és harcolnánk együtt a szellemi életünkben is? A fedezés fontos a játékban és az életben is. Van egy hívő csoportunk, ahol minden nap bibliai igéket osztunk meg egymással, és egyfajta biblia tanulmányozást végzünk SMS-eken keresztül. Meccsek előtt pedig 10-11 srác összejön egy 30 percre tanulmányozni a Bibliát és imádkozni. Steph minden három pontos dobásával támogatja a nemzetközi Nothing But Nets kampányt, amellyel kémiailag kezelt ágyvédő szúnyoghálókat osztanak szét. Biztos elégedett vagy azzal, hogy a világ másik felén élő embereket támogatsz? Mindenképpen örömteli számomra tudni, hogy életeket menthetünk. A malária egy pusztító betegség, különösen 5 év alatti gyerekek számára. A malária fenyegette afrikai térségben, a szülők nem tudják megvédeni a gyerekeiket a szúnyogcsípésektől és a malária negatív következményeitől. Szúnyoghálók és segítség nélkül ez szinte lehetetlen.
Ez egy kivéthető, illetve megelőzhető probléma. Ebben szeretnénk segíteni. Steph Curry a kosárlabda csodadobója, duplán visszaforgatja a hitét a játékba és az emberek életébe, akikre hatással van a játékon kívül is. A legnehezebb ebben a mai felgyorsult életben, hogy minden nap képesnek kell lennünk táplálkozni az igével, mert könnyű az útról elsodródni jobbra vagy balra. Fel kell ismernünk, hogy hogyan lehetünk hatással az emberekre az életünkkel. Akár mondunk valamit, akár nem, lássák bennünk, hogy mi máshogy élünk. Ez a célunk.